Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszakadták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Nagyecsed nyerte a labdarúgó Magyar Kupa megyei döntőjét. 5-6 új játékos érkezhet nyáron a Nyíregyháza Spartakuszhoz. 72 csapat lépett pályára a nyíregyházi streetball tornán. Bajnok lett a Várda Labdarúgó Akadémia U15-ös együttese. Megnyerte a bajnokságot a Kálosemjéni ifjúsági férfi kézilabda csapat. A Nagyecsed csapata nyerte a labdarúgó Magyar Kupa megyei döntőjét. A Kósa József által irányított együttes a rendes játékidőben 1-1-es döntetet játszott az Újfehértóval, majd 11-esekkel 6-5-re múlt a felül ellenfelét. A megyei első osztályú tabella negyedik helyén végző Nagyecsed és a nyolcadikként záró Újfehértó a bajnokságban mindkét meccsen döntetlent játszott egymással, így kiegyenlített kupadöntőre lehetett számítani. A kisvárdai Várkerti stadionban nem esett egymásnak a két csapat, tapogatózó játékot követően a 12. percben Barta szerzett vezetést az Újfehértónak. A gólt követően sem nagyon változott a játék képe, Dukát Péternek az első fél órát követően kellett először komolyan közbeavatkoznia, válaszként a másik oldalon a kapufát döngette meg a Fehértó. Fordulás után ismét Dukátnak kellett bizonyítania, hogy jó formában van, aztán a nagyecsedi fölény ellenére kis hián az Újfehértó szerzett gólt. A 76. percben aztán megszületett az egyenlítő találat, egy szögletet követően Somjai fejállt a kapuba. 1-1 volt az állás 90 perc után is, így következtek a 11-esek. 5 kör után sem született döntés, a 6. párban aztán Dukát lövését védte Makó, így a Nagyecsed nyerte a kupa döntőt. Az első fél idő inkább az Újfehértó akarata érvényesült, voltak nekik is lehetőségünk, de igazából kevesebb. Aztán a második fél időben azt gondolom, hogy jobban, bátrabban mehetünk játszani, hogy fölvettük jobban a játéknak a ritmusát, voltak lehetőségeink, úgy gondolom, hogy jogosan egyenlítettünk. Szinte lemásoltuk a tavaszi első bajnoki mérkőzésünket, ott is 1-1 volt. Hát a 11-es az meg, tudjuk, nagyon jól útré. Most nekünk volt szerencsénk, gratulálok az ellenfélnek is. Szerintem, nem tudom, hogy kívülállok, de szerintem ők is úgy gondolják, hogy egy jó és színvonalas kis mérkőzést láthattak, ahhoz képest, hogy egy megyei első osztályú csapatok játszottak. Milyen szájízzel gondolt vissza az egész bajnokságra? Most legyek nagy kép. Én csak jó szájízzel tudok visszagondolni, mert tavaszi bajnokok lettünk a csapattal. Erre föltettük a koronát a fejünkre, még azt a bizonyos íra, a pontot most ezzel föltettük, kellene több. Hát olyan fantasztikus futballistáim vannak, hogy le a kalapa előttünk. 75 percig vezettetek, de hát tudjuk, hogy a futballban egy gól előny nem előny. A vége döntetlen lett, aztán 11-esekkel a Nagyecsed győzött. Hogy láttad a rendes játékidőt? Reális volt ez a döntetlen eredmény a játéképét tekintve? Azt gondolom, az első fél idő az talán inkább a mi részünkre billente. A második fél időben Ecsed a cseréivel abszolút be tudott minket szorítani. Ők irányították már a mérkőzést, nem volt már bennünk annyi erő, hogy megújuljunk. Igazából úgy érzem, hogy a reális volt a döntetlen a rendes játékidő alapján. Nekünk is volt azért két kapufánk, de nyilván nekünk a kapusunknak is kellett több bravúrt bemutatni. Az pedig, hogy a büntetők, az pedig már teljes mértékben egy kicsit a szerencse kérdése, és meg hát be kell látni, hogy Ecsedben sokkal rutinosabb játékosok vannak. Ők már nem remegnek meg ezekben a szituációkban, állunk 5-6-20-22 éves játékos, akit elég oratolni a büntetőhöz. Ez már nem nekünk kedvezett már ez. De összességében ez egy nagy élmény volt, van még idő, mindenki fiatal, majd remélhetőleg lesz egyszer nekünk is még nagyobb sikerben részünk. És hát egyébként gratulálok Nagyecsednek, mert nagyon jól futballoztak ma. Ez volt az idény utolsó mérkőzése, milyen 2021-22-es bajnokságra tekintettek vissza? Sajnos az is elég csalódás, nem jó szájízzel zártuk a bajnokságot, szerettünk volna azért előrébb végezni. Sokszor mondtam ebben a szezonban, de nagyon pekesek voltunk, tehát a kapufáról talán nem is pattant be labdánk, helyzetkihasználásban is voltak gondok, ez nem a mi szezonunk volt. 5-6 új játékos érkezett a Nyíregyháza Spartakuszhoz, amelynél a kiszámíthatóságot, a stabilitást és az értékek megtartását jelölték meg a közeljövő legfontosabb céljaiként. A klub a jövőben stabilitást szeretne maga körül. Ez azért valljuk be őszintén, hogy a Spartakusznál az elmúlt években hiányzott.
abban bízunk, hogy sikerül egy olyan klubkultúrát meghonosítani, amelynek mentén egyrészt sik lesz Nyíregyházán futballozni, és olyan játékosokat, vezetőtársakat, szakembereket tudunk majd Nyíregyházán vagy itt tartani, vagy ide hozni, akik azért is jönnek Nyíregyházára, mert ez egy olyan klub, ahol fontos a Spari család, fontos az, hogy ez egy nyíregyházi, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei klub, és minden kiszámítható. A kiszámíthatóság jegyében először is szeretném elmondani, hogy sikertelen volt az elmúlt év a Spartacus felnőtt csapatánál, és arra gondoltunk, hogy hogyan lehetne ezt erősíteni, ezt a csapatot, de semmiképpen nem szeretnénk az értékeinket elveszíteni. Már most mondom, hogy 5, illetve 6 játékos érkezését várjuk, de mi azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a jelenlegi értékeink itt maradnak és itt maradjanak. Ezért is kezdésként az a 2 játékos ül mellettem, akikkel meghosszabbítottuk a szerződést. Mielőtt az a kérdés bárkiben felmerülne, hogy de vajon miért nem az új érkezőkkel, az érkezőket jövő héten kezdjük el bejelenteni, jövő hét szerdán ugyanilyen időben 10 órakor tartunk sajtótájékoztatót. Szóval a mostani gerincre építünk a csapat tekintve, és meghatározó jó játékosokat szeretnénk Nyíregyházára hozni. Az is biztos, hogy a nyíregyházi klubnak a feltételrendszere az jelenleg nem ideális, viszont nagyon sokat dolgozunk, és nagyon sokan dolgoznak azon, hogy ez jelentősen javuljon. Itt szeretném elmondani, hogy abszolút a meghatározott ütemben és a tervezett ütemben zajlik a stadionnak az építése. Nem kell elmondani, hogy mennyire fontos lesz majd a nyíregyházi futballnak és a nyíregyháziaknak ez a stadion. Úgy tűnik, hogy készen vannak az alapok, ezt más fórumon is olvashatták, és bízunk benne, hogy a meghatározott módon a jövő évben a Nyíregyháza Spartacus majd ősszel elfoglalhatja helyét ebben a kifejezetten impozáns új stadionban. Ugyancsak fontos az utánpótlás szempontjából, hogy az utánpótlás központunk előkészületi munkái is gőzerővel zajlanak. Abban bízunk, hogy ott jövő tavasszal elkezdődhet majd az építkezés. Nyilván ez a BMSK-nak elsősorban a feladata, de ott is minden segítséget a klub is megad, és úgy tűnik, hogy az állami szervezet is úgy áll Nyíregyházához és a nyíregyházi klubhoz, hogy ott is rendben zajlanak majd a fejlesztések. Mind a kettő alapvetően meghatározza majd a nyíregyházi futball közeljövőjét. Azonban azt hiszem, hogy az nem úgy működik, hogy majd amikor kész a stadion, mi oda belépünk, és azonnal lesz egy kiváló nyíregyházi futballklub és egy kiváló csapat. A következő évet, tehát a következő szezont arra kell felhasználnunk, hogy a megfelelő kondícióban, erőben tudjuk elfoglalni ezt az új stadiont. Ezért is gondoljuk azt, hogy egyértelműen és komolyan előre kell lépni a nyíregyházi csapatnak és a futballnak, és a következő évben ezen leszünk. Azt el tudom mondani, hogy tényleg reggeltől estig most azon dolgozunk, hogy minden tekintetben erősödjön a Nyíregyháza Spartacus. Paku Rolanda 2 éves szerződést kötött a Spari. A középpályás elmondta, hogy szeretné megint átélni azt, amit a 2014-es feljutáskor érzett, emellett szeretne törleszteni a klub felé meglévő adósságából. A tavaszi első meccsen egy olyan sérülést szenvedtem, amit azt gondolom, hogy nem tudom, hogy fel tudtam-e volna belőle épülni esetleg. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy ebből nehezebb lesz visszajönnöm, vagy vissza se tudok jönni, nem is focizhatok akár többé. Itt voltam, és azt a támogatást, amit a Sparitól kaptam, a tulajdonostól kezdve, egészen a vezetőkön át, a stábtagoktól, a játékosoktól, az egész családtól, a Spari családtól. Azt gondolom, hogy ezt én úgy szeretném meghálálni, hogy a pályán olyan teljesítmény nyújtok, ami a Sparihoz méltó. Szokol Zsolt, akivel 1+1 éves szerződést kötött a klub, 8. idényét kezdi majd Spari mezben. Igazából Roli mindent elmondott, amit én is szerettem volna. Nagyon örülnék neki, ha ugyanazt átélnénk, mint csak nem 10 éve. Az egy nagyszerű élmény volt, és nekem ugyanúgy az a célom, amikor 1,5 éve ugye visszajöttem, akkor is ugyanezt mondtam, és én ugyanúgy hiszek ebben, és szeretném ezt a célomat megvalósítani. Meg nagyon örülnék annak, hogy ha kicsit a Spartacus közelebb hoznánk a városhoz, úgyhogy azt én is mindenképpen támogatnám, ha
a szurkolók is többen ki tudnának jönni a mérkőzésre és mérkőzésekre is tudnának minket támogatni. Kedden az is kiderült, hogy a Nyíregyháza Spartakusz megyei első osztályban bajnok második csapata a Tolnamegyében első Majosi Es ellen játszik osztályozót az NB3-ba kerülésért. Az első mérkőzés vasárnap 17:30-kor kezdődik az örökösföldi pályán. Hetvenkét csapat részvételével rendezték meg a Nyíregyházi Kossuth téren az országos streetball sorozat idei második tornáját. A győztesek bejutottak a budapesti döntőbe. Ez egy szép történet, mert 30 évvel ezelőtt a Városligetben közel 10 000 ember előtt csináltunk egy rendezvényt, amire azt hittük, hogy na hát ebből lesz egy vagy kettő. Most odáig jutottunk el, hogy most már több mint 100 ilyen rendezvényünk volt az országban. Vannak kiemelt helyeink, többek között Nyíregyháza, akik ebbe a franchise rendszerbe beléptek, és még Sitku Ernő jó voltából is ezt tudtuk tartani, és most már 15. éve jövünk ide is, hogy lassan itt is egy ilyen nagyon komoly jubileumot fogunk ülni. Én szerintem ez becsülendő ez a 15 év, és az, hogy a mai napig népszerű a dolog. Biztos vannak olyanok, akik 15 évvel ezelőtt még gyerekként vettek ebben részt, és most már szülőként vannak itt. És ugyanezt elmondhatjuk a 30 éves pályafutásunkra is. Itt az elmúlt években Nyíregyházán beállt olyan 60-70 csapat közé a létszám, most hogy néz ki, hogy napon mennyien neveztek? Pontosan ugyanígy, gyakorlatilag 68 csapat van, de van egy üzleti liga, aminek nagyon örülünk. Mi mindig kerestük is ezeket a kapcsolatokat, és itt most a helyi erők összeálltak. Azért jó, mert túl azon, hogy a gyerekeknél népszerűsítjük ezt a játékot, kell azoknál is népszerűsíteni, akik a tömegsportban akarnak részt venni, illetve esetlegesen a jövő szponzorai lehetnek, nem feltétlenül a streetballba, nyíregyházi kosárlabdába. Tehát én azt mondom mindig, hogy ezt a hármas célt kell megvalósítanunk, hogy valaki szeresse meg a játékot, élvezze, és a végén vagy szurkoló lesz, vagy játékos, vagy szponzor. Ez a nyíregyházi helyszín, egy helyszín az idei helyszínek közül, viszont innen tovább lehet lépni csapatoknak. Hogy néz ki a folytatás, mikor lesz az záró rendezvény? 8 helyszínen vagyunk, ez se egy exakt szám, mert már bejelentkeztek kvázi mini streetballra, tehát most egyre népszerűbb a játék. Ugye a franchise-ban 8-an vannak benne, innen Paksra fogunk majd menni még az első fél évbe, és a második fél évben van a Nyugat-Dunántúl főleg. Ami érdekes, hogy Sopron bejelentkezett, hogy szeretne egy kvázi mini streetballt, ami majdnem ugyanekkora, mint ez, és Szombathely. De hát Nyugat-Magyarország egy kicsit aktívabb, itt Kelet-Magyarországon ugye volt Debrecen, és Nyíregyháza stabilan. Én örülnék, hogyha még lenne Szolnok, Kecskemét. Kecskemét is volt, de Kecskeméten idén nem tudom, valamilyen okból nem lesz. De ezt a keleti részt még meg kell erősítenünk. Záró rendezvény szeptember 17, ez a Magyar Kosárlabdás napja most már 6. éve, és a Hősök terén van. Én azt gondolom, azok a gyerekek, meg idősebbek is, akik itt nyernek, és följöhetnek oda a döntőt játszani, az önmagában egy kuriózum, hogy valaki a Hősök terén, a szobrok között tud fotózkodni, játszani, élvezni a napot, tehát ez a rendezvény, és ott a Magyar Kosár Szövetség 80 éve miatt lesz egy év más rendezvények, ott a valaha volt válogatott játékosokat mind meghívjuk, tehát aki hallja ezt a riportot és volt magyar válogatott, azokat szeretettel látjuk, vendégül is látjuk, és hát ezeknek lesz ott kiemelt műsor. A megyei szövetség már hagyományosan támogatója ennek a rendezvénynek, szervezői is vagytok. Mennyire vagytok elégedettek ezzel a létszámmal, a közel 70 csapat részvételével? Igen, mert a harmadik éve támogatja a megyei szövetség, megyei kosárlabda szövetség részéről a streetballt, és én azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy eredmény, hogy tavalyi évben is a vidéki helyszínek közül a legtöbb csapat Nyíregyházán volt. Ha az, hogy mi egy kicsit anyagilag támogatjuk, és ezzel még népszerűbb lesz a kosárlabda, én gondolom, ez részünkre nagyon elfogadható, és nagyon örülünk, és mindig fontos az, hogy egyébben egyszer a Kossuth teret mi kapjuk meg kosarasok, ahol játszhatunk és jól érezhetjük magunkat. Szerinted miért népszerű a fiatalok, és nem csak a fiatalok körében a kosárlabdának ez a változata? Én azt gondolom, hogy kevésbé kötött.
talán kevesebb előképzettsége, kevesebb edzéssel is el lehet jönni, egy buli talán szabad idő jelleggel is sokkal jobban űzhető, mint ugye a nagy pályán, amikor 10 ember játszik, és más dolog kijönni itt a Kossuth térre, a hétvégén jó hangulat, reméljük jó idő lesz, utána talán inni egy üdítőt, egy sört, úgyhogy ez gondolom nagyon jó a feelingje, és valószínűleg ezért ilyen sikeres az a rendezvény. Egyébként megyei szinten elégedettek vagytok a csapatok, a játékosok létszámával? Én azt gondolom, hogy mindig lehet jobb. Nagyon igyekszünk itt a pandémia az elmúlt 2 év után kicsit előrelépni, és most évvégén U12-es bajnokság elindult, és megszerveztük, illetve a felnőtt bajnokságban is igyekszünk újra életet lehelni, és felmerült annak az ötlete, hogy akár más megyével, Hajdú-Biharral, Borsoddal együtt felnőtt bajnokságot, vagy U12-es bajnokságot is szervezünk. Ezen dolgozunk Szobi Dániel ügyvezető kollégával, és bízunk benne, hogy a következő évet már abszolút nem fogja megkurtítani a pandémia vagy bármi, és tudunk úgy dolgozni, ahogy szeretnénk. A Várda Labdarúgó Akadémia U15-ös csapata szerezte meg a bajnoki címet az országos kiemelt bajnokságban. A Katona György által irányított együttes 14 győzelem mellett 3 döntetlent játszott és összeszenvedett vereséget. Szerettünk volna minél közelebb kerülni az elithez, mert Magyarországon a tavalyi évben a Honvéd, a Debrecen, a Ferencváros, az MTK, ezek képviselték leginkább az elitet. Ehhez szeretnünk volna minél közelebb helyezésben is odaérni. Én úgy gondolom, hogy ezt a gyerekek túl teljesítették ebben az évben. Mikor merült fel a lehetősége, hogy akár egy nagyon jó eredményt is elérhettek? Télen egész jól sikerült a felkészülésünk, én úgy gondolom. Sorozatban jöttek a mérkőzések, és amikor áprilisban a Debrecen ellen egy nagy-nagy rangadót sikerült megnyerni, azzal oda tudtunk kerülni a dobogóra, és akkor már azért érezhető volt, hogy a srácokban még több van. Ezek a gyerekek megérezték azt, hogy ott a lehetőség, ott vannak a kapuban, és beléphetnek rajta, és így készültünk hétről hétre. Az utolsó forduló forgatókönyvét egy forgatókönyvíró sem írhatta volna meg jobban. Mi a Székesfehérvárral játszottunk idegenben, 0-6-os eredményt értünk el, ezzel nyomást gyakoroltunk a Debrecenre és a Ferencvárosra. A Debrecen idegenben nem tudott nyerni a Vasas ellen, 1-1-et játszott, a Ferencváros pedig hazai pályán kapott ki az MTK-tól 4-2-re, és ennek köszönhetően, ezeknek az eredményeknek is köszönhető az, hogy mi bajnokságot nyertünk. A hazaúton a buszon derült ki, hogy mi leszünk az U15-ös bajnok csapat. Hát azt az érzést kívánom minden edzőnek, minden kollégának, mert ott tényleg a buszon, ami volt, egy pár gyerek sírt, egy pár kolléga egymásra borult, volt, aki az üveget törte ki majdnem a buszon, úgyhogy szenzációs érzés volt. Ugye a Várda Labdarúgó Akadémia nagyon sok kárpátaljai fiatal játszik, az U15-ös korosztályban mennyien vannak a keretben? A mi csapatunkban fele-fele arányban van magyar és kárpátaljai. Az az igazság, hogy mi már így a mi gyerekeinknek tartjuk őket is, mert többségük elég jól beszél magyarul. Nagyon tehetségesek. Én úgy gondolom, hogy ha így fognak fejlődni, akár a felnőtt csapat kapuján is kopogtathatnak pár év múlva. A világ legjobb akadémiáin, azok gyakorlatilag ugyanabban a rendszerben játszhatják az utánpótlás csapatokat, mint a felnőtt csapat, hogy később egy könnyű legyen az átmenet, nálatok is ez a helyzet. Úgy gondolom, hogy Révész Attila és Szentes Lázár ezt elég jól meghatározza az utánpótlás csapatoknál is. Ez így van nálunk is, mi is próbálunk alkalmazkodni ahhoz, amit a felnőtt csapat játszik, mi is szintén úgy két védekező középpályással játszunk, ahogy a felnőtt csapat. Nyilván ennek megvan az oka, így ahogy mondtad az előbb, hogy könnyebb legyen az átmenet esetleg a felnőtt futballba a gyerekeknek majd, ha odaérnek. Következő bajnokságban, az U16-ban indul majd ez az együttes, de minden igaz, addig is várhatok még egy hazai rendezési torna. Neumann Gábor egy emléktornán fogunk részt venni június 30-án. Nagyon sokat jelent nekem is, mert Gabi bácsi volt edzőm, az első edzőim között volt itt Nyíregyházán. Én úgy gondolom, hogy ehhez a sikerhez, amit idén elértünk, neki is benne van a kezem, mert 1-2 mérkőzésen lehetett érezni az utolsó perces góloknál, hogy ott azért más segítség is kellett, nem csak a gyerekek jó teljesítménye.
nem csak edzőként lettél bajnok azon a vasárnapon, hanem játékosként is, hiszen a Cigánd csapatában játszol, és megnyertétek a Borsod megyei első osztályú bajnokságot. Ott milyen szezon tudhatsz magad mögött? Azt gondolom, hogy lehetett volna jobb így egyénileg. Az az igazság, hogy én is öregszem, már 35 éves leszek januárban, de nem ez a fontos, hanem az, hogy a csapat jó teljesítményt nyújtott. Én úgy gondolom, hogy Cigándnak sem a megyeiben van a helye, hanem följebb, sőt azt mondom, hogy akár egy MB2-t is horzsol a környezet, ott is, mert rendkívül jó környezetben készülhetünk. Úgy gondolom, hogy kellő erősítéssel a nyáron akár azonnal egy jó középcsapat válhat belőlünk. Megnyerte a bajnokságot a Kálósemjén ifjúsági csapat a harmadosztály D-csoportjában. Bécsi János együttese 22 győzelem mellett egy döntetlent játszott és egyszer szenvedett vereséget. Elég nehézkesen kezdődött a szezonunk, mivel még nyáron nem volt eldöntve, hogy indulni fogunk ebbe a bajnokságba, csak a fiatalok olyan létszámban jelentkeztek be az egyesülethez, hogy újra jönnének kézzelabdázni, illetve jönnének hozzánk játszani, hogy elindítottuk ezt a korcsoportot. Több helyről verődnek össze a gyerekeink, Nyíregyházáról, Nagykálóból, illetve akik már elhagyták Nyíregyházát és Budapesten, Gyöngyösön, Miskolcon tanulnak, tehát ők jártak még vissza mérkőzésre, edzésekre. Egy kicsit ilyen vegyes összetételű volt a társaság. Úgy vágtunk neki, hogy bajnokságba próbáljunk az első ötbe benne lenne, hogy néztem az erőviszonyokat, és évközben azért látszott, hogy egy picit ettől magasabbra is tehetjük a mércét. Az őszi fordulóban egy vereséggel és egy döntetlennel lettünk másodikok, a tavaszi szezon pedig úgy kezdtük meg, hogy meg akarjuk nyerni a szezont, illetve a bajnokságot is, és ezt sikerült is úgy lehozni, hogy vereség nélkül, tehát tavasszal egy pontot nem veszítettünk. Milyen körülmények között tudtok dolgozni, hol tudtok edzeni, és hogy ennyi helyen vannak a játékosok, hogy lehet összehangolni egyáltalán az edzéseket és a meccseket? Az elmúlt időszakban az újfehértói sportcsarnokban edzettünk, az újfehértói egyesület, illetve a polgármester úrral egy jó viszonyt ápolunk. Ebből kifolyólag lett az, hogy januártól közös néven szerepel az egyesületünk, tehát Kálósemény újfehértó néven szerepelt a csapatunk, és oda tudtuk kivinni a mérkőzéseket, illetve az edzéseket. Sajnos az előző időszakban a pandémia miatt Nagykálló volt a központunk, de lezárták, ott nem tudtunk edzeni, ekkor kellett keresnünk egy új helyszínt. Nyíregyháza telítve volt, ugyanúgy az iskolák ott is le voltak állva, és így adódott ez a lehetőség, ahol szabad volt a terem, és fel tudtuk használni. Így kerültünk oda ki. Az edzések nálunk általában este 7:30-kor vannak, pont amiatt, hogy nagyon sok diák, aki tanul, vagy nem Nyíregyházán tanul, hogy oda tudjon érni. Nagyon nehézkes volt, hogy össze tudjuk egyeztetni, természetes próbáltuk mindig a maximumot kihozni, a fiúkra panasz nem lehetett, mert mindenki erőfelül próbált teljesíteni, sőt volt, aki Miskolcról járt le, vagy Budapesten, akik tanulnak, akkor hétköznap már, hogyha úgy alakult az órájuk, akkor hamarabb eljöttek, és így tudtak csatlakozni az egyesületi munkához. Én úgy gondolom, hogy jó kis társaság alakult, jó csapatot képeznek, jó erőből állnak, hát bízunk abban, hogy esetleg a későbbekben ebből még több is lehet majd. Hová lehet pozícionálni ennek a bajnokságnak az erejé színvonalát? Nehéz meghatározni, tehát ebben a csoportban van 3-4-5 olyan egyesület, olyan csapat, aki jó erőt képvisel, akikkel szoros mérkőzéseket tudunk játszani. Én úgy gondolom, hogy az én játékosaim azzal voltak előrébb, hogy sokkal több edzésszámba dolgoztunk, jobb volt az alapképesítésük, alapképzésük, mint esetleg más egyesületeknek. A következő év lesz majd azt mondom, hogy a mérce, mert egy osztálya feljebb kerülhet az ifi csapatunk, az ifjúsági kettes korcsoportba, ahol már egy Szegeddel, egy Fradival, egy Békéssel, egy Balmazújvárossal megerősödött bajnokságba tudunk esetlegesen szerepelni. Ott látjuk meg, hogy mire is elég a mostani tudásunk. A megyei szövetség elnökeként vagy jelen ezen a aranyérem átadón, gondolom ebben a minőségben kifejezetten öröm egy ilyen rendezvényen részt venni. Igen, mindig nagy örömmel érkezik egy olyan díjátadóra, ahol sikeres műhely munka folyik fiatalokkal. Ez egyrészt a megyének is nagy büszkesége, másrészt azt gondolom, hogy Magyarországon egy olyan látvány sportágnak lehetünk a sportolói, amely nagyon jól van támogatva a kormányzati szinten is, és azt gondolom, hogy azokat az adottságokat, amelyek a fiatal sportolókban vannak, itt nagyon jó karrier lehetőségük van.
Említetted a büszkeség szót, az is büszkeség a megyének és a magyar kézlabdának is, hogy nemzetközi szinten képviselheted az országot és a megyét, ha minden igaz, legközelebb július végén augusztusban egy U18-as világbajnokságon veszel részt, milyen minőségben, milyen feladatokkal? Technikai delegátusként fogom egyébként képviselni a hazánkat. Mindig nagyon megtisztelő egyébként nemzetközi szinten képviselni Magyarországot, mind az európai, mind a világ kézilabda szövetségben. A sokkal nagyobb és komolyabbak az elvárások egyébként a világviszonylatban, sokkal több a csapat és más az elnöksége. Az európai attitűd az egy kicsit közelebb áll hozzám, megmondom őszintén, hogy az európai kézilabda versenyeken azért könnyebb, a kollegálisabb a viszony, ott viszont sokkal inkább koncentrálunk a feladatokra, sokkal több csapat vesz részt, és előfordul, hogy egy nap 2-3 darab mérkőzésünk is van. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!